Magyar falu program. Ebben az évben 150 milliárd forint hazai forrás biztosít a kormány a fejlesztésekre. Esélyegyenlőség. Együttműködési megállapodás kötött a megyei kormányhivatal és a fogyatékos személyek esélyegyenlőségért közhasznú non-profit Kft. Foglalkoztatási paktum. Az elmúlt években 7% köré csökkent a munkanélküliségi ráta Tiszalökön. $150 milliárd fejleszti idén a kormány a kis településeket. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket. A Magyar Falu Program 18 célterület mentén segíti a beruházásokat, 100%-ban hazai forrásból. A következő pályázati kiírás jövő héten jelenik meg, akkor az alapegészségügyi ellátás fejlesztésére adhatnak be igényt az önkormányzatok. 2018 tavaszán hirdette meg a kormány a Magyar Falu programot. Ennek köszönhetően tudják a települések az elmúlt évek fejlesztési programjait folytatni. Minden 5000 lélekszám alatti település jelentkezhet rá, akár kisvárosok is. Magyarország kormányának fontos a vidék. Azt gondoljuk, hogy egy társadalomnak azok a hajszálerei a falukban gyökereznek. Ma meghívtam Gyopáros Alpár képviselőtársamat, aki kormány megbízottként a Magyar Falu programot menedzseli, irányítja. Azt gondolom, hogy ezen a rendezvényen a polgármesterek feltetik a kérdéseket. A kormány megbízottul elmondja azt a tájékoztatót, hogy milyen intézkedésekre lehet pályázni, hogyan tudjuk a vidéki népességet megtartani, hogyan tudjuk az életminőséget javítani. Nagyjából ez lesz a feladat ennek a program. Reméljük, hogy hosszú-hosszú éveken keresztül. A programra azért is van szükség, mert az elmúlt években jelentős arányban és tempóban csökkent a falvak népességszáma. A Magyar Falu programra már 2019-ben 150 milliárd forint áll rendelkezésre. Részben lakhatási problémákra fordítja ezt a kormány, ebből finanszírozzák a falusicsok igényléseket. Ez valószínűleg június 1-től lép hatályba, közölte Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormány biztos Máté Szalkán. Elindul egy mellékúthálózat fejlesztési program, és egy 75 milliárd forintos helyi életminőség javító program is. Ezekben az önkormányzatok és az egyházak is érintettek. Tekintettel arra, hogy egy kis település életében szervesen részt vesznek maguk az egyházak is, más szereplők is egyébként, de történelmi hagyományokon kiindulva leginkább a különböző történeti magyarországi felekezetek. Ezért az a döntés született, hogy abban a 18 támogatási célterületben, amelyet 2019-ben meghirdetünk a kedvezményezettek számára, kettő célterületen lehetőséget adunk az egyházközségnek, kifejezetten a helyi falusi egyházközségeknek, hogy benyújtsák a pályázati kérelmeiket egyházi közösségi terek kialakítására, illetve egyházi tulajdonban lévő temetők fejlesztéseire. A 18 támogatási célterületre több ezer pályázatot vár a magyar kormány. Ezeket mind 100%-ban hazai forrásból finanszírozzák majd. Átlagosan minden településen legalább egy hasznos cél megvalósulhat, tette hozzá Gyopáros Alpár Máté Szalkán. A Magyar Falu programhoz kapcsolódó következő pályázati kiírások jövő héten jelennek meg. Az alapegészségügyi ellátás fejlesztését célzó beruházások témában. 6-7%-ra csökkent a munkanélküliségi ráta Tiszalökön a foglalkoztatási paktumnak köszönhetően. A tiszavasvári járásban korábban a 12%-ot is elérte a munkanélküliek aránya, a cél azonban a teljes foglalkoztatottság elérése. Az önkormányzat az ipari park fejlesztésével próbál segíteni a munkahelyteremtésben. Eredményes a tiszalöki foglalkoztatási paktum. Ez bizonyítja, hogy amíg 5-6 évvel ezelőtt még közel 12%-os volt a munkanélküliségi arány a településen, illetve a tiszavasvári járásban, addig ez a szám már 6-7%-ra csökkent. A közfoglalkoztatottak száma is lényegesen kevesebb. Jelenleg már a lecsökkentett létszámi keretet is nehezen tudják feltölteni. Az ehhez hasonló paktumok célja a teljes foglalkoztatottság elérése. Maga ez a foglalkoztatási paktum, amely járási szintű, azt akarja elősegíteni, hogy minél több gazdasági szervezet, vállalkozó, gazdálkodó alkalmazzon embereket megfelelő képzettséggel, és ez a foglalkoztatási paktum erre a térségre koncentrál, de van egy megyei foglalkoztatási paktum is, meg a kormányhivatalt is bekapcsoltuk, tehát mondjuk úgy, hogy egy összehangolt kooperációban sikerült a munkanélküliségi rátán javítani. A paktum gazdasági és társadalmi felzárkózást jelent a térségnek,
A célok között szerepel, hogy a munkanélküliségi arány Tiszalökön és a járásban is elérje az országos átlagot. Ez jelenleg 3,5%. A foglalkoztatási paktumiroda kapcsolatot alakít ki a munkaadók és a munkát keresők között. Az Agrár és az Ipar Kamara pedig segíti a képzések lebonyolítását. 25 vagy 27 főnek sikerült munkáltatót találni. A képzésekben még jobban állunk. Annyi, hogy most jó néhány képzés még várat magára, viszont az ismereteim szerint májusban elindulnak. Ez pedig azt jelenti, hogy Tiszalökön, ha minden igaz, átadásra kerül augusztus-szeptemberben egy zöldséggyümölcs lépzem, és azoknak a létszámszükségletét ezen képzésen tudjuk majd biztosítani. Az önkormányzat az ipari park fejlesztésével próbál segíteni a munkahelyteremtésben. Egy közel 550 millió forintos uniós támogatásból az év második felében kezdik az infrastruktúra kiépítését. Így a településen nem szántóföldön kezdődhet el egy cég beruházása, hanem közművesített ipari parkban. Jó cél érdekében kötött megállapodás pénteken a megyei kormányhivatal és a fogyatékos személyek esélyegyenlőségért közhasznú non-profit Kft. A kormányhivatalnál már eddig is odafigyeltek a fogyatékkal élőkre és az akadálymentesítésre, azonban az együttműködésnek köszönhetően a jövőben még inkább meg tudnak majd felelni a speciális elvárásoknak és helyzeteknek. A 21. században különösen fontos az elérhetőség biztosítása a fogyatékkal élő és az egészséges emberek számára egyaránt. Ennek próbál megfelelni a megyei kormányhivatal, amelynek közel 100 épülete akadálymentesített, és a többinél is folyamatban van ennek megvalósítása. A kormányablakokban működő ügyfélhívó rendszer ugyancsak akadálymentesített, emellett bizonyos munkakörökben fogyatékkal élőket is foglalkoztatnak. A pénteken aláírt új megállapodás keretében ehhez kapnak még nagyobb szakmai támogatást. Nagyobb segítséget fogunk kapni az elkövetkező időkben egy kollégáink felkészítésében, szakmai oldalról, hogy egy-egy esetben hogyan és mint kell eljárni, illetve hogy melyek azok az eszközök például, amelyeket még érdemes beszereznünk ahhoz, hogy az együttműködés vagy az ügyintézés az még inkább még egyszerűbben és gyorsabban megvalósulhasson, illetve természetesen gondolkodunk abban, hogy a kollégáinknak állandó és rendszeres felkészítése megvalósulhasson. Elsősorban akik az ügyfeles munkával foglalkoznak, és az ő munkájukat szeretnénk ezáltal, az ő munkájukat is szeretnénk ezáltal megkönnyíteni. Mint a kormány megbízott elmondta, az együttműködésnek köszönhetően a jövőben még jobban meg tudnak felelni a speciális helyzetek által megkövetelt elvárásoknak. Partnerük a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. Egy minisztériumi háttérintézmény, amely az ország minden területén segíti a fogyatékos emberek életét. Tapasztalataik szerint utóbbi célt egyre több helyen és intézménynél tekintik szívügyüknek. Ilyen egyben a Szabolcs-Szatmár megyei kormányhivatal is, aki számos alkalommal már bizonyította azt, hogy nagyon szívesen felvállal plusz olyan lehetőségeket, amelyekre nincs alapból feladata, de bevállalja. Ilyen például az ő szakértőinek és a mi szakértőinknek az együttműködése, és ezáltal még nagyobb mélyítése a kapcsolatoknak. Az elmúlt időszakban már megjelentek a megyében, Nyíregyházán a munkatársaink, kettő fogyatékosságügyi tanácsadó és egy hálózati koordinátor, aki a helyi családsegítőben található meg, és aki a helyi szakemberekkel együttműködve várja a fogyatékossággal élőket bármilyen témában, amivel tudnak neki segíteni, állnak a rendelkezésére. A Nonprofit Kft. Uniós támogatással valósítja meg az együttműködést is magában foglaló 2021-ig tartó montás projektet. Legfontosabb feladata az országos hálózat működtetése mellett az eszközkölcsönzés, például nagyothalló készülékeké. Mindezekkel a fogyatékkal élők mindennapi életét szeretnék megkönnyíteni és pozitív irányba változtatni az életkörülményeiken. Az emberi kapcsolatok fontosságát hangsúlyozták csütörtökön a Debreceni Egyetem Nyíregyházi Egészségügyi Karán. A Szociális Munka Világnapja alkalmából rendezett eseményen mások mellett generációk közti kerekasztalbeszélgetés, előadások és kreatív foglalkozások várták az érdeklődőket.
Különböző emberek, különböző kapcsolatok, ez a képösszeállítás is a világnap idei fő témája köré épült, ahogy az egész csütörtök délután a Debreceni Egyetem egészségügyi karán. A rendezvény megnyitóján angol nyelven is köszöntötték a jelenlévőket. Nem véletlenül két év folyamon 27 külföldi hallgató tanul az intézményben Nyíregyházán. Ők is aktívan részt vettek a programok megvalósításában. Az eseményt ugyanis a szociális munkaszakos hallgatók szervezték. A napnak a mottója az, hogy kapcsolt ki és vedd észre, és maga a téma az emberi kapcsolatok, és fontosnak érezzük azt, hogy észrevegyük azt, hogy egy felgyorsult világban élünk, és teljesen átvette, úgymond felettünk az irányítást a média, és hogy mi emberek nem figyelünk előképpen egymásra, megszűntek a kapcsolataink, és igazából ez is alakítja a témának, vagy a napnak a témáját, és fontosnak érezzük azt, hogy felhívjuk az emberek figyelmét a kapcsolatainkra, hogy igenis azokat meg kell tartani, és fontosabbak. A programok sorát egy generáció közti kerekasztal beszélgetés nyitotta, később előadásokkal, kreativitást és közös munkát igénylő foglalkozásokkal tölthették az időt a résztvevők. Egy flashmob keretében pedig összekapcsolódtak a különböző szervező helyszínek. A fő üzenet mindenhol ugyanaz volt, figyeljünk oda a környezetünkben élőkre. A nap főszereplői a szociális munkások, ezt teszik nap mint nap. Valami olyan plusz tudunk adni az embereknek, ami segíti őket abban, hogy jobb legyen az életük, vagy új irányba változzon az életük, vagy ha van valamilyen szociális gondjuk, akkor arra találjanak megoldást. Tehát maga a segítés, maga a segítő munka igazából ennek a hivatásnak a szépsége, és akit egyszer ez megérint, hogy jó segíteni másoknak, hogy ebben a munkában nem csak ad, hanem kap is vissza, akkor gyakorlatilag ez nagyon könnyen be tudja őt cippantani, és az élete részévé válik a segítés. A rendezvényen középiskolások is részt vettek, számukra is szerették volna eljutatni az üzeneteket. Ismerjünk, tapasztaljunk meg egymásból fontos dolgokat, kapcsolódjunk egymáshoz. Március 21-én volt egyébként a Dán világnap is, erről is szó esett a programok során. Csütörtökön Nyírbátorban adták át a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetség által alapított antirasszista díjat. Az elismerés 2000 óta minden évben odaítélik, de ez volt az első alkalom, hogy az ünnepség színhelyéül vidéki város választottak a szervezők. Az elismerést 15-en vehették át a Nyírbátori Kulturális Központban. A Radnóti Miklós antirasszista díjat 2000-ben alapította a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége. A díj a társadalmi élet különböző területén tevékenykedő, bármely magánszemélynek odaítélhető, aki munkásságával, véleményformáló kiállásával, személyes példamutatásával fellép a rasszizmus, az antiszemitizmus és a kirekesztés bármely formája ellen. A díj alapítói arra kívánják felhívni a figyelmet, hogy vannak olyan folyamatok a világban és hazánkban is, amelyeknek következménye egyes embercsoportok kitaszítása, hátrányos megkülönböztetése lehet. Köszöntőjében Máté Antal elmondta, a kirekesztés, a rasszizmus, a gyűlölet sajnos rendszeresen felbukkan a mai társadalmakban is. Úgy véli, nem csak a polgármesternek, hanem a városnak is megtiszteltetés, hogy az idei díjátadót Nyírbátorban rendezték. Részben az az oka, hogy a tavalyi évben én is, mint Nyírbátor polgármestere megkaphattam ezt a megtisztelő díjat, és akkor ajánlotta fel a szervező csapat vezetője, hogy próbáljuk meg egyszer Budapestről elmozdítani ezt a rendezvényt, hiszen annak is van egy jelképes üzenete, hogyha 18 év után Budapestről kimozdul ez a rendezvény, és egy vidéki városban kerül átadásra ez a díj. Az ünnepségen Hegedűs D. Géza színművész, felolvasta Bér Miklós Váci püspök és Heizler András mazsihisz elnök díjazottakat köszöntő levelét, valamint a laudációkat. Az elismeréseket Hanti Vilmos, a MEASZ elnöke adta át. A díjazottak között vannak közéleti szereplők, újságírók és művészek is. Az egyik díjazott dr. Kis Gábor, címzetes főiskolai tanár, akit nagy örömmel tölt el a kitüntetés. Egyrészt azért, mert visszagondolni készített engem a szüleimre, akiknek a sírján kavics darabok állnak, mert hogy mi annak idején zsidó bérencek voltunk, és Sendéri fegyveret alatt is álltak a szüleim egy időre. Tehát én úgy gondolom, hogy ez nekik szóló tisztesség. Én magam pedig igyekeztem mindenféle kirekesztés, gyűlölködés ellen fellépni a közéleti tevékenységem során,
sok cikket írtam a zsidó szomszédainkról, azoknak a tragikus sorsáról, és boldog vagyok, hogy a nyíregyházi holokauszt emlékművet is a megyei önkormányzat jóvoltából sikerült felállítanunk, és ott mondhattam egy avatóbeszédet. A díjátadón Hegedűs D. Géza mellett közreműködött Gerendás Péter, a Rubov Janka együttes, valamint nyírbátori zenészek. A hétvégén az Európai Ifjúsági Kosárlabda Liga rájátszásában lép pályára a Nyíregyháza Blue Sharks U20-as csapata. A Kék Cápák a hatcsapatos pécsi tornán szombaton a London United és a Szolnok ellen játszanak a tallini szuperdöntőbe jutást jelentő csoport elsőségért. Tapasztalatszerzési célra vágott neki az éjjelvillás sorozatnak a Nyíregyháza Blue Sharks U20-as csapata, ehhez képest a hétvégén a pécsi rájátszásban lépnek pályára Fazekas Csabáék. A Kék Cápák a kolozsvári és a szolnoki tornán 8 mérkőzésből 7-et megnyertek, cseh, észt, szerb és román csapatokat felülmúlva jutottak be a rájátszásban nyíregyházi fiatalok. A Blue Sharks kosarasai péntek délelőtt indultak el Miskolcra, ahonnan az esti felnőtt, illetve utánpótlás találkozót követően utazik tovább Pécsre az U20-as csapat. A Blue Sharks mérkőzései Miskolcon, ugye akár a B csoportos csapatról, akár az U20-as csapatról beszélek, mind a kettő sorsdöntő, bár mindig sorsdöntő mérkőzéseket játszunk, ez eléggé érdekes, de a felnőtt csapatnál a hátralévő kettő mérkőzésből egyet mindenképp nyerni kell, hogy meg tudjuk tartani ezt a negyedik helyet, illetve az U20-as csapatnak minden mérkőzését nyerni kell ahhoz, hogy a saját kezünkben tartva tudjunk bejutni a 8-as döntőbe. Ezután jön csak az EJBL, és az EJBL úgy gondolom, hogy egy plusz dolog, amiben a srácok részt tudnak venni. Nagyon jó csapatok ellen fogunk játszani. Ugye szombaton a déli mérkőzésen a London United csapatával fogunk megütközni, ami teljesen más kosárlabdát fog hozni, mint amihez a srácok hozzá vannak szokva. Az angol kosárlabda nem annyira a szervezettségre épül, viszont nagyon jó fizikai képességekkel megáldott játékosok alkotják ezeket a csapatokat, és nekünk fel kell venni velük is a versenyt. Majd este pedig a Szolnok csapatával ütközünk meg. A másik ágon a házigazda pécsi Radgeber Akadémia, az olasz Basket Rimini és a szenegáli székhelyű NBA Afrika Akadémia csapata szerepel. A két döntőbe jutott együttes bekerül a tallini szuperdöntőbe. Vasárnap elkezdődnek az elődöntők a női röplabda extraligában. A Fátum Nyíregyháza 19 órai kezdettel a Békés Csabát fogadja a három nyert meccsig tartó párharc első felvonásán. A másik ágon a Vasas Óbuda az Újpesttel mérkőzik a döntőbe jutásért. A második helyen zárta az alapszakaszt az extraligában a Fátum Nyíregyháza. Hollósi László együttese 20 mérkőzésen 17 győzelmet aratott és háromszor szenvedett vereséget. Az már a sportág speciális pontozásának köszönhető, hogy a több 3-0-as és 3-1-es sikert arató Vasas Óbuda 16 győzelemmel és 4 vereséggel szerezte meg az első helyet. Az alapszakasz a rájátszás párosításáról döntött, a nyíregyháziak vezetőedzője szerint a bajnokság érdemi szakasza még csak most kezdődik el. Én annak nagyon örülök, hogy 17 vagy 20 mérkőzésből 17 mérkőzést sikerült győztesként abszolválni, ami mindenképp ebben a mezőnyben egy óriási dolog, tehát én úgy gondolom, hogy ez megsüvegelendő. Az, hogy ez nem volt elég a végén, az egy érdekes dolog, bár az egész bajnokság én úgy gondolom, hogy érdekesen alakult, hiszen előzetesen senki nem gondolta, hogy mondjuk egy Békés Csaba a harmadik helyen fog az alapszakaszban végezni, vagy mondjuk egy Újpest, ami nagyon sikeresen kezdte és nagyon dominánsan kezdte az alapszakasz, végén gyakorlatilag leszakadt az első hármasról. De hát így alakult, én azt mondom, hogy most épp a helyén vagyunk, úgyhogy mindenképp én úgy gondolom, hogy egy sikeres alapszakaszt tudhatunk magunknak, de ez nem jelent semmit, most már a rájátszás, az érmeket majd most fogják osztani. A Nyíregyháza bajnokságban 4-ből 4-szer győzte le a Békés Csabát, amelyet a kupadöntőben is felülmúltak Vargáik. A szakvezető szerint a korábbi eredményekből nem szabad messze menő következtetéseket levonni. Nem gondolom, hogy ez 3 mérkőzés alatt eldőlne, bár hogyha mi 3-szor tudnánk diadalmaskodni, akkor nyilván ezt idézőjebben elviselnénk. De én úgy gondolom, hogy ebben a mérkőzés sorozatban bőven benne van az, hogy akár 5 mérkőzésen dőlhet el a párharc. Én úgy gondolom, hogy tényleg a Békés Csabának talán az az utolsó esélye, hogy valami
nagyot domborítson ebbe a szezonba, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy mind a két csapat 1000%-kal fog égni, és ezért is mondom a játékosaimnak, hogy mindenképp a maximális elhivatottság kell ebbe a párharcba, mert a Békés Csaba biztos, hogy 1000%-kal fog küzdeni, a játékosaik harcosok, úgyhogy biztos be akarják bizonyítani, hogy ők tényleg a bajnoki címért akarnak küzdeni. Mi is ezért szeretnénk küzdeni, úgyhogy parás kis küzdelmet várok. A Fátum Nyíregyháza Békés Csaba mérkőzés vasárnap 19 órakor kezdődik a Continental Arénában. A másik ágon a Vasas Óbuda az Újpesten játszik a döntőbe jutásért. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer, röviden. Ebben az évben 150 milliárd forint hazai forrás biztosít a kormány a fejlesztésekre a Magyar Falu programban. Erre a lehetőségre minden település, akár város is pályázhat, amelynek lélekszáma nem éri el az 5000 főt. A fejlesztési lehetőségek ütemezetten jelennek meg 18 célterület mentén. A következő pályázati kiírás jövő héten jelenik meg, akkor az alapegészségügyi ellátás fejlesztésére adhatnak be igényt az önkormányzatok. Jó cél érdekében kötött megállapodás pénteken a megyei kormányhivatal és a fogyatékos személyek esélyegyenlőségért közhasznú non-profit Kft. A kormányhivatalnál már eddig is odafigyeltek a fogyatékkal élőkre és az akadálymentesítésre, azonban az együttműködésnek köszönhetően a jövőben még inkább meg tudnak majd felelni a speciális elvárásoknak és helyzeteknek. Egy 550 millió forintos uniós támogatásnak köszönhetően tudja fejleszteni ipari területét Tiszalök. Ennek közvetett célja a munkahelyteremtés a településen. Az elmúlt években sokat javult a munkanélküliségi ráta. Egy foglalkoztatási paktumnak köszönhetően a korábbi 12 helyett már 6-7%-ra csökkent a nem foglalkoztatottak aránya. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták március 22-én pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd önöket, hétvégén pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Tudósításainkat addig is internetes oldalunkon elérik. Nagy munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Szép estét, jó hétvégét! Szombat reggelig változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő várható, majd estétől túlnyomóan derült idő valószínű. Csapadék nem lesz, az északi szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +3 fok között alakul. Szombaton gomoly felhős napos idő várható, csapadék szintén nem lesz, az északi szél helyenként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 20 fok között alakul. Vasárnap gomoly felhős napos időre van kilátás, legfeljebb egy-egy zápor alakulhat ki késő délutántól északon. A jövő hét elején egy hideg front vonul át a Kárpát-medence felett, közepesen, illetve erősen felhős lesz az ég, és szorványosan elered az eső, záporeső, sokfelé megerősödik az északnyugati szél, amely ismét hűvösebb levegőt szállít térségünk fölé. A jövő hét második felében változóan felhős időre lehet számítani hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, csapadék nem valószínű, kissé erősödik a nappali felmelegedés.